56 megváltoztatta a világot. Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére tartott megemlékezést Újpest önkormányzata. A Szent István téren tartott megemlékezésen a város több civil szervezete, országgyűlési képviselője és önkormányzati képviselője is részt vett. Az ünnepség az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola növendéke, Gálea és Szinovágy Gyula színművész műsorával indult. Az előadás után dr. Molnár Szabolcs Újpest alpolgármestere tartotta meg ünnepi beszédét, aki a magyar forradalom és szabadságharc újpesti hőseiről is megemlékezett. 62 esztendővel ezelőtt Újpest utcáin is felizzott az idő. Megmutatkozott, hogy a fővároshoz csatolt Újpest erős, önálló város és közösség maradt. Újpest az 56-os magyar forradalom egyik élharcos városa volt. Az újpestiek október 24-én ledöntötték a zsarnokságot jelképező szovjet emlékművet. Az országban elsőként itt, nálunk, az Egyesült Izzóban alakult munkástanács. A polgármesteri hivatalból, amit akkor tanácsházának hívtak, a rákosista elvtársakat elzavarták, és a forradalom által megválasztott emberekből megalakult az Újpesti Forradalmi Bizottság. Később, a megtorlások idején egy ügyész úgy fogalmazott, hogy Újpest azokban a napokban úgy működött, mint állam az államban. Ő ezt vádnak szánta, mi ma büszkék vagyunk rá. Tehát éppen ezért is van az, hogy mi ma is elsősorban újpestinek mondjuk magunkat, nem budapestinek, és úgy tekintünk Újpestre, mint önálló városra. Az ünnepi beszéd után az alpolgármester dr. Tahon Róbert jegyzővel közösen helyezte el a koszorút a Városháza emléktáblája alá. A megemlékezés a szózat közös eléneklésével zárult.